itt látható kiállításom az elmúlt 30 évnek az anyagát vonultatja fel a tradíció-innováció jegyében, ami annyit jelent, hogy Heren múltjára nagyon erősen támaszkodom, a technológiáját felhasználom, de a mának és a jövőnek alkotok, a mai formavilággal, a mai nemzedéknek az ízlésvilágát szeretném formálni, de klasszikus anyaggal és magas értékű porcelán technológiával. És ez a Dubnicai Palotának, ez a kiállítás, a Heren Design című kiállítás gyakorlatilag egy nagy válogatás az én elmúlt évtizedben készült munkáim sorából. Inkább egy válogatás az elmúlt évtizedek munkáimból, ami annyit jelent, hogy itt van ezen a kiállításon szinte a legelső figurám, egy áttört, rendben az első áttört figura, a Kánkán figura, és itt van a legutolsó figuráimnak a kollekciója, a sakkészlet, ami tulajdonképpen szóló sakkfiguraként indult, de aztán a vevők kérték, hogy egészítsen ki egész készletté. A közben eltelt időszakokban pedig olyan egyedi technológiájú kollekciókat fejlesztettem, amelynek a kulcsszavai talán úgy írhatók, hogy organikus porcelán, anyagában színezett áttetsző szilontál kollekció, akkor fényporcelán, mint fogalom, azt is évtizedekkel ezelőtt én próbáltam meghonosítani azzal a technológiával, amely az organikus porcelánokat is jellemzi, és kihasználja a porcelán tetszőségét. És itt láthatók képeken a kiállításon azok a nagy köztéri munkák is, amelyek az elmúlt években valósulhattak. Ezek csak ilyen képeken? Igen.